fűtési technológiától függetlenül komoly veszélyt jelenthet a készülékek nem rendeltetésszerű használata, a szabálytalan kivitelezés, illetve a rendszeres műszaki felülvizsgálat vagy ellenőrzés elmulasztása. Nagyon fontos, hogy még a fűtési szezon kezdete előtt ellenőriztessük ezeket a berendezéseket is, illetve a kéményeket is. Nagyon fontos, hogy szakemberrel végezzük, bármilyen ellenőrzést is kezdeményezünk, és bízzunk a jó tanácsában, illetve bízzunk a véleményében, amit a szakember javasol, azokat a javításokat pedig végeztessük el. Az ingyenes lakossági sormunka keretében fontos, hogy a kéményeket is ellenőriztessük, és a megadott időpontban engedjük is be a kéményseprőt az otthonunkba. Társasházakban egyszerűbb ugye a helyzet, hiszen a kéményseprő a sormunka keretében egy előzetes értesítést követően ellátogat és elvégzi az ellenőrzést az otthonunkban. Családi házakban pedig nekünk magunknak kell kezdeményeznünk az ellenőrzést a 18-as telefonszámon. A műszaki felülvizsgálat és ellenőrzés fontos feltétele a fűtési rendszer biztonságos működtetésének, hiszen így időben kiderülhet, ha valamilyen karbantartási vagy javítási munkára van szükség, amelyhez szakembert hívjanak segítségül. Fontos az is, hogy ügyeljünk a rendeltetésszerű használatra, és a folyamatos fűtés előtt nézzük át a használati útmutatót, ha esetleg például egy új tüzelési módot választunk. Sokan most új tüzelési módot választanak, és sokan alakítják át egyébként a kéményelvezetőket például. Csak a megadott tüzelőanyagot használjuk, és ne égessünk semmilyen hulladékot, főleg ne háztartási hulladékot a tüzelőfűtőberendezésben, ez nagyon fontos. Továbbá szó esett arról is, hogy a szabálytalan kivitelezés miatt az égés termék visszaáramolhat a lakótérbe. A visszajutó gázok már alacsony koncentrációban is komoly veszélyt jelentenek az emberre és a házi állatokra egyaránt. Fontos, hogy a tüzelőfűtő berendezés vagy a kémény meghibásodása, esetleg eldugulása esetén azonnal szénmonoxid kerülhet a lakás légterébe, amelynek jelzésére egy megbízható szénmonoxid érzékelő elhelyezése javasolt. Ez egyébként különösen indokolt azokban a lakásokban, ahol nyílt égésterű tüzelő és fűtőberendezés vagy vízmelegítő van, hiszen ők fokozottan ki vannak téve a szénmonoxid mérgezés veszélyének. Ez az elmúlt évben is több halálos balesetet okozott, többek között Csongrád-Csanád megyében is. Ha magunkat és családtagjainkat teljes biztonságban szeretnénk tudni, akkor elengedhetetlen a megfelelő minőségű és megbízhatóan működő szénmonoxid érzékelő beszerzése. Csak ezek a műszerek képesek jelezni a mérgező gáz jelenlétét, így célszerű a tüzelőfűtő berendezések közelében elhelyezni.